Sziasztok, én Keresztesi László vagyok. Nemrég bemutattam a Huawei legolcsóbb fülhallgatóját, és abban a videóban megemlítettem, hogy nagyon szívesen kipróbálnám a különleges dizájnú FreeClip OpenFit fülesüket, amit nemrég dobtak piacra. Hát úgy néz ki, hogy a Huawei megnézte a videómat, mert nem sokra rá meg is kaptam tesztelésre. Úgyhogy nézzük meg ebben a videóban, hogy milyen lett a 80 ezer forintos Huawei FreeClip. Csomagolás nem túl nagy élmény, a töltőtokon és a benne lévő fülesen kívül csak egy rövid USB-A, USB-C töltőkábel találunk. Így elsőre megnézve a tokot, semmi különleges nincsen benne, a szokásos kavics dizájnt kapjuk. Hivatalosan ez a fekete színű, de én inkább szürkének mondanám. Nem gyűjti az új lenyomatokat. Alul van a töltőcsatlakozó, oldalt a párosító gomb, elő pedig a töltöttséget jelző LED. Ha a zöld színű, akkor 75% felett van, ha sárga, akkor 25 és 75, hogyha piros, akkor pedig 25% alatt van a toknak a töltöttsége. És akkor nyissuk ki, hogy lássuk a lényeget. Ami elsőre feltűnt, hogy teljesen szimmetrikus a két füles, és ki is próbáltam, bárhogy berakhatjuk a töltőbe, és nincs jobb és bal jelölés rajtuk, ugyanis ez az első füles, amelyet bármelyik fülünkbe viselhetjük. A jobb és baloldali hangcsatorna felismerése úgy történik, hogy behelyezzük a két fülest, jobbra, illetve balra kell billentenem a fülemet, és ez alapján fogja beazonosítani, hogy az adott füles melyik fülembe került. A gyártó ezt Seabridge Designnak hívja, azaz C-hídnak. Három részből áll, a Comfort Bin illeszkedik a fülünkbe, a másik oldalon található az úgynevezett Acoustic Ball, ebben van az aksi, és ezt köti össze a híd, ami nikkel titánium ötvözetből készült, és összesen 9 elkülönített vezeték fut benne. Az elején fura volt a viselése, de könnyen meg lehet szokni. Nyilván az a legfontosabb, hogy mennyire lesz majd ez tartós, így elsőre elég merevnek, de emellett rugalmasnak is tűnik ez a C-híd. Én próbáltam bárhogy csűrni, csavarni, mindig visszanyerte az eredeti formáját. Én azt gondolom, hogy ha mindennapi normál használat mellett előforduló erőhatásnak tesszük ki, akkor nem lesz ezzel probléma. Amikor először én megláttam, nekem az jutott eszembe, amikor gyerekkorunkban a cseresznyét a fülünkbe tettük, aztán amikor megtanultam, hogy hogyan kell viselni, már egy fülpiercingre hasonlított. Állítólag a mérnökök több mint 10 000 fülformát tanulmányoztak, és ez alapján alkották meg ezt a formát, hogy mindenkinek kényelmes legyen viselni. És hogy kényelmesen viselni? Hát abszolút. Az egyenként 5,6 g-os rügyek szinte észrevehetetlenek a fülembe, mivel nem illeszkedik teljesen a hallójáratomra, ezért nem is érzem ezt a füldugulás nyomó érzést. A C-hídnak köszönhetően, ahogy közrefogja a fülcimpámat, elég stabilan végig a fülembe marad, nem csak a mindennapi használat során, hanem futás közben egyszer sem kellett igazgatnom a fülembe. Például a munkában vagy a futárok is használhatják ezt a fülest, mivel nem fogja kizárni a külső zajokat, ezért mindent hallani fogunk. Ha meg telefonon hívnak minket, akkor meg kellőképpen erősek a hangszórók, hogy mindent tisztán és érthetően halljunk. És a fülesen összesen 4 mikrofon található, 2 a hallójáratban, 2 pedig a fül mögé illeszkedő részen, az utóbbi a zajszűrés elősegítését szolgálja. A telefonnal vagy laptoppal, tablettel való párosítás roppant egyszerű, mint minden más Huawei füles esetében. A jobb oldalt lévő párosító gombot kell hosszan megnyomnunk, és a telefonunk pár másodperc alatt fel fogja ismerni és kapcsolódni fog hozzá. Az AI Life appot a Huawei-esek az App Gallery-ből tudják letölteni, egyéb androidosok a Huawei weboldaláról APK formátumban, az iPhone-osok pedig megtalálják az App Store-ban. Az iPhone felhasználók is minden funkcióhoz hozzáférnek, látható a rügyek és a tok töltöttsége, egyszerre két eszközhöz tudunk csatlakozni, használhatjuk a különböző hanghatásokat, kalibrálható a gesztusvezérlés, mert azt is tudja. A rügyekben van közelségérzékelő, hogyha kivesszük a fülünkből, akkor le fog állni majd a zene. Mivel nem illeszkedik teljesen a fülünkre, ezért a környezeti zajokat szinte teljesen beengedi, tehát semmilyen aktív zajszűrés, illetve passzív sem áll a rendelkezésünkre. És nézzük a hangzást. Nyilván nagyon különleges és egyedi dizájnról beszélhetünk, de ennek meg is van az ára. Noha a rügyekbe 10,8 mm-es hangkeltő került, mivel nem illeszkedik teljesen a hallójáratunkba, ezért basszus kevésbé jellemzi. A hangerő az teljesen rendben van, de a magas hangokat előtérbe helyezi a közepes vagy a mély hangokhoz képest.
Két dolog hiányzik a fülesből, ami akár egy olcsóbb Huawei-ben is megtalálható. Az egyik a Hi-Rez Audio kompatibilitás, a másik pedig a zajszűrés. Itt, ahogy már mondtam, nem csak passzív zajszűrés nincsen, hanem az aktív ANC sem található meg ebben a fülesben. Noha a telefonhívás esetében három külső mikrofon a zajokat próbálja meg kizárni a hívásból. Szóval mindent hallani fogunk a környezetünkből, de ha zenét vagy podcastot hallgatunk, azért jelentősen elnyomja a külső zajokat. Számomra egyébként nem volt zavaró, nagyon halkan és csak néha hallottam a környezeti hangokat, amikor pont nem beszéltek, vagy váltás volt két zene között. A feleségem például díjazta, hogy amikor teszteltem és hozzám szólt, akkor mindig hallottam. Hogyha headsetként használjuk a FreeClips-et, a hívott fél így fog hallani minket. Ha áttérünk az üzemidőre, a FreeBuds 6i-hez hasonlóan a rügyekbe egyenként 55, a tokban 510 mAh-s aksi található. A tok a rügyeket 40-45 perc alatt tudja feltölteni, maga a tokot pedig 60 perc alatt lehet vezetékesen, azonban támogatja a vezeték nélküli töltést, ám abban az esetben 2,5 órára van szükség. Ha az üzemidőre áttérünk, a gyártó nagyjából 36 órát ígér, hát nekem ezt nem sikerült kihozni belőle, de a 32 órát azt el tudtam érni, és azt gondolom, hogy a 32 óra is teljesen jó és korrekt. És akkor összegezzünk. A Huawei FreeClip lila és fekete színben kapható, az ára pedig körülbelül 70-80 ezer forint között mozog az árukereső szerint. Ami nekem nagyon tetszett benne, hogy rendkívül kényelmes viselni, hosszú órák után sem nyomja a fülemet, és futás közben nem kell egyáltalán igazgatnom. Ez számomra valami áldás. Mellette szól még az üzemidő és a különleges dizájn, ha ki akarunk tűnni a tömegből, akkor ezt kell megvennünk. Amit negatívunként talán felhozható, hogy a hangzás nem lesz olyan jó, mint egy hasonló árkategóriájú másik fülesnél, tehát a dizájnnak és a kialakításnak megvan az ára, de nekem ez másodlagos, számomra a legfontosabb, hogy kényelmesen tudjam viselni a fülest, és ettől ezt megkapom. A Huawei-től az mindenképpen becsülendő, hogy mernek kísérletezni, új dolgokat kipróbálni. Hát ez lett volna a Huawei FreeClip, írjátok meg kommentben, hogy nektek mi a véleményetek. Én köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett és hasznosnak találtátok, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, osszátok meg, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra, illetve bekapcsolni a harangot, hogy ne maradjatok le az újdonságokról. Néhány nap múlva jövök egy újabb videóval, addig vigyázzatok magatokra. Sziasztok!